Dolgoznak a festő-díszítő szakmunkások a Pécsi Pollák Mihály Szakképzőiskolában hétfőn. Országos válogatót tartanak a legjobbaknak. A végső győztes a szakmák világbajnokságára jut ki Sánkhájba a jövő ősszel. A felkészítők között ott van egy fiatalember, aki már járt több világversenyen is. A 2019. szeptember világbajnokságán én képviseltem az országot. Majd 2021, azaz idén, Európa-bajnokságon vettem részt. Grazban volt az Európa-bajnokság, ahol festődíszítő szakmában negyedik helyezést ért el Olivér. Most a pécsi előválogatón a világbajnokságra készülnek, ahol például ajtót kell majd mázolni az egyik feladatban szúró technikával, ami nagyon nehéz, mondja felkészítő szakértő. De lesz kihívás bőven ezen kívül is. Van egy nagyon fontos tapétázási rész, amiből itt is most lehet ízelítőt látni. Annak is van egy borzasztó nehézsége, mert soha nem tudjuk, milyen tapétát kell fölragasztani, nem tudjuk a körülményeket, tehát ez egy nehéz dolog. Van egy dizájn feladat, ami a legmagasabb pontot ér. Gyakorlatilag a versenyzők kapnak egy A4-es rajzot, milliméter pontosan az alapján föl kell szerkeszteni a falra a feladatot, majd kifesteni. Van egy sablon része is, egy sablon technikát kell fölmaszkolni. Sorolja a szakmai kihívásokat a szakember. A pécsi előválogatón 10 voltak, közülük 5-6 versenyző jut be a budapesti döntőbe. A végső győztessel pedig egy 6 hónapos felkészítést végeznek, ahol a szakmai tudnivalók mellett pszichológus is foglalkozik majd vele, hogy a versenyhelyzet okozta mentális nyomást kezelni tudja, mondták el az előválogatón.